Már az első 10 percben a játékképe hülyen visszatükrözte a két csapat táblázaton elfoglalt, igen eltérő pozícióját. A tabellai lovas pécsi MFC játékosainál volt legalább 80%-ban a labda, annak elvesztése után azonnal letámadták a 11. helyen álló, mi több szerénykedő szekszárdiakat, akik óhatatlanul védekezésre kényszerültek. A gyors gólszerzés volt a PMFC célja, ami a 8. percben teljesült is. Szinte futószalagon jöttek szélről és szögletből a kapu elé ívelések. A nyáron Szekszárdról Pécsre igazoló Hegedűs Márkhoz került egy lepattanó labda, a csatár ballal látványosan nagy gólt lőtt a szekszárdi kapu jobb felső sarkába, 0-1. Csak nem fél órát kellett várni az első szekszárdi helyzetre, egy baloldali szöglet után Fejes Péter a védők szorításában lövőhelyzethez jutott az 5-1-esnél, ám perdítése egy pécsi játékos érintésével fölé szállt. Néhány perccel később már nem úszta meg újabb kapott gól nélkül az UFC a folyamatos pécsi nyomást. Újfent az ex-szekszárdi Hegedűs Márk mattolta a szekszárdi védelmet, az első lövését még a kapufa hárította, a kipattanót már egy játékos érintésével belőtte a baranyaiak támadója, Szekszárd Pécs 0-2 a félidőben. Szünet után sem változott alapvetően a játék képe, a több mint 100 Pécsről érkező szurkoló buzdítása közepette uralta a játékot a PMFC. Hiába tömörültek a sárgák a 16-osok előterében, mindig volt egy olyan gyors léptő, jól cselező játékos a vendégeknél, aki ígéretes helyzetbe tudott kerülni a gyors labdajáratás után. Így nem sokat kellett várni a meccset végképp eldöntő harmadik pécsi gólra sem. Kónya Dávid egy szép csel után mintaszerűen lőtte ki a jobb alsó sarkot. Már arra tippelt a lelátó népe, hogy most is 4-0 lesz, mint Pécsen az első mérkőzésen, vagy még annál is több. Ám a becsülettel küzdő UFC-ben volt annyi tartás, hogy ezt megakadályozza, és a második helyzetéből megszerezze a szépítő gólt. Egy gyors kontrát vittek végig a sárgák a jobb oldalon, miután Királyházi pontosan centerezett. Fejes elsőre még egyet kapust találta el, de a másodikra már bekotorta a labdát a kapuba. Szekszárd Pécs 1-3. A játék képe és a helyzetek alapján a végeredmény a szekszárdiakra hízelgő. Látszik az eredményeik alapján is, hogy az NB3-ból kiemelkednek, rengeteg gólt szúgnak, minden csapatot letámadnak, hibára kényszerítenek. Hát úgy gondolom, hogy azért mi is ennek az áldozata lettünk, hogy elég jól letámadtak bennünket, rengeteg szögletet rúgtak, még úgy gondolom, hogy ennek a hárításában is elég jók voltunk, inkább itt megint a lepattanókra, a kijövő labdákra az ellenfelünk sokkal gyorsabban reagált, és abból kaptuk a gólokat. Hát én összességében a mi játékosainak a hozzáállásával, a játékával elégedett vagyok. A PMSC magabiztos szekszárdi győzelméhez végig energikus játékával, a szerzett két góljával nagyban hozzájárult a Szekszárdról érkező Hegedűs Márk. Környezetváltás mindenképpen jó hatással volt rám, úgymond van kiszakadtam a komfortzónából, de ez az egész fejlődés az egész csapatra igaz. Nagyon kemény munkát dolgozunk hétről hétre az edzéseken, aminek hétvégenként hál' Isten megvan az eredménye. Ahol most játszik, a bal szélen, amit játszik, amit kér edzője tőle, mint mondja, ideális, fekszik neki. Ott érzem magam a legotthonosabban szélen, ballábas vagyok, bal szél fekszik nekünk, a játék stílusunk, amit kér tőlünk. Laci bá az, ahhoz ehhez a játékhoz számomra ez a legmegfelelőbb poszt. A PMFC egy fordulóval a zárás előtt már biztosan őszi bajnokként zár, az UFC-nél pedig kereshetik a téli szünetben annak okát, miért olyan rapszódikus hétről hétre a teljesítményük, miután nem tudnak stabil középcsapattá válni az NB3 középcsoportjában. A sok bekapott gól miatt a védekezést kell mindenek előtt rendbe tenni a tavaszi folytatásra.